a Fehérvár ZRT autója hajt be a Puskás Ferenc Rabdarúgó Akadémia, akkor még csak épülő kazánházához. A cég a felcsúti polgármester 3 gyerekének a tulajdona. A makovás stílusú kazánház az akadémia legújabb épülete. A hozzátartozó 2 fűtött pályával együtt több mint 2 milliárd forintba került. Volt miből felépíteni. Az akadémiát üzemeltető alapítvány csak a társasági adókedvezményből 11 milliárd forintot kapott 2011 óta. Ez nagyságrendekkel több támogatás, mint ami a többi futballakadémiának jutott. A felcsúti akadémiát üzemeltető alapítvány azonban nem csak társasági adókedvezményből kapott 11 milliárd forintot. Az Index írta meg, hogy az elmúlt években adományként még egyszer ugyanennyi pénz folyt be. E 2 jogcímen tehát összesen 22 milliárd forintot kapott az alapítvány, amit Mészáros Lőrinc felcsúti polgármester vezet. A DK-nál azt mondják, nem véletlen, hogy felcsútra ömlik a pénz. Sok cég gondolhatja úgy, hogy jóban kell lenni Orbán Viktorral vagy a Fidesszel, és ezért azt gondolják, hogy a legegyszerűbb út, hogyha a felcsúti futballba öntik bele a pénzt, teljesen fölöslegesen. Hogy kik adták ezt a pénzt, az a nyilvános dokumentumokból nem derül ki. Azokban csak annyi szerepel, hogy az adományokat gazdasági társaságok, vagyis cégek jutatták el az alapítványnak. A magánadományok azok, mivel hogy nem minősülnek közpénznek, ezért gyakorlatilag eltitkolhatóak teljesen legálisan, hogyha valaki úgy dönt, hogy ő nem szeretné nyilvánosságra hozni, hogy ő kinek mennyi pénzt adott, hiszen szíve joga, hogy kinek mennyit ajánl fel. Ezeket az adatokat csak az alapítványtól lehet megkérdezni, de nekik sem kötelező válaszolniuk. Kerestük Mészáros Lőrincet. Azt szeretük volna megtudni, hogy melyik cégek adták ezt a pénzt, és hogy ki volt a legbőkezőbb adományozó. Mészáros Lőrinc viszont nem reagált megkeresésünkre. Oroszi Babett, RTL Híradó, Budapest.